család kiköltözik az Amerikai Egyesült Államokba. A kisgyereket beadják az oviba. Az első szülői értekezleten az óvónő mondja az anyukának. Vigyék el pszichológushoz a gyereket, megmagyarázhatatlan kegyetlenség és agresszivitás látszik rajta. Az anyuka meglepetten kérdezi, miért? Mi történt? Égő csigát rajzolt, mondja az óvónő. Égő csigát. Tehát ez igen egyszerű. A magyar gyerekek a csigát így hívogatják ki a házukból. Csiga, biga, gyere ki, ég a házad, ide ki. Talán volt más is? Hát mindenféle sérült madarakat rajzol, például a múltkor egy vak madarat, így az óvónő. Hogyan? Ja igen, ön nem hallott azt a kedves magyar mondókát, hogy csip-csip, csóka, vakvar, jócska. Na jó, de a csonkatehén mégiscsak durva. Csonkatehén? Ja igen, egy nagyon helyes kis dalocskánk van. Boci, boci, tarka, se fülle, se farka, mondja kedves anyuka. Semmi vidám, kedves dalocskát nem énekelnek a magyar gyerekek. Dehogy nem, ott van például a süss fel nap, fényes nap, kertek alatt egy kis bárány majd megfagy.